Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megalapozatlan volt a feljelentés, nem történt bűncselekmény a szekszárdi úszodaépítése kapcsán a rendőrség szerint. Társadalmi felelősségvállalás, ingyen viszik az ebédet a szekszárdi éttermek az oltópontokra. Új orvosi rendelők a Tolnai megyeszékhelyen. Elkezdődött a beruházással kapcsolatos társadalmi egyeztetés. Fejlesztések, új gépjárművek a bátaszéki tűzoltóknál és polgárőröknél. Megalapozatlan volt az Én Szekszárd frakció vezetőjének, Bomba Gábornak a feljelentése a Tolnai megyeszékhelyen épülő úszoda ügyében, ezt állapította meg a rendőrség. A nyomozók lezárták a vizsgálatot, mert szerintük nem történt visszaélés. Az ügy érdekessége, hogy a feljelentés szövegét egy az Én Szekszárd által megbízott ügyvédi iroda munkatársai írták. A munkát pedig le is számlázták az önkormányzatnak, vagyis egy olyan feljelentést kellett volna a városnak kifizetnie, amit az Én Szekszárd rendelt meg, és amit most a rendőrség megalapozatlannak talált. A cselekmény nem bűncselekmény, ezért a nyomozást megszüntetem. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság küldte ezt a végzést múlt héten pénteken a szekszárdi polgármesteri hivatalnak. A dokumentum első oldalát a megyei jogú város polgármestere osztotta meg a Facebookon. Még tavaly ősszel Bomba Gábor az Én Szekszárd frakció vezetője tett feljelentést, mert szerinte hűtlen kezelés történt az úszoda építésekor. A frakció vezető akkor azt mondta, erre akkor jöttek rá, amikor elkezdték átnézni a papírokat. Most a hetekben indult el végre a hivatal átvilágítása. Úgy gondolom, hogy elsősorban az úszodával foglalkoznánk. Az úszodában nagyon nagyok a bajok. A feljelentés után néhány nappal derült ki, hogy a rendőrségnek írt beadványt, azaz Én Szekszárd által megbízott pécsi ügyvédi iroda készítette, aminek a dolga az önkormányzat és a városi cégek átvilágítása volt. Mutatjuk az ezt igazoló dokumentumot. Jól látszik, hogy az ügyvédi iroda 5 munkaórát akart elszámolni annak a feljelentésnek megírásáért, ami a rendőrség mostani döntése szerint megalapozatlan volt. Hogy ez pontosan mennyibe került volna Szekszárdnak, nem derült ki. Úgy tudjuk, hogy ezt a tételt azóta sem fizette ki az önkormányzat, az ügyvédi iroda pedig időközben eltekintett a követeléstől. Az Én Szekszárd által megbízott ügyvédi iroda egyébként az eredeti szerződése szerint összesen 9 millió forintot számlázhatott volna le az önkormányzatnak az átvilágításokért. Azt, hogy a Bomba Gábor által az úszoda ügyében tett vizsgálatot a rendőrség bűncselekmény hiányában lezárta, hétfőn a hatóság is megerősítette. Azt írták, az említett ügy kapcsán a nyomozást a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán befejezték. Az eljárás, mivel a cselekmény nem bűncselekmény, megszüntetésre került. Hiába a lezárt nyomozás, Bomba Gábor és Malomsoki Krisztián, a szekszárdi sportközpont Én Szekszárd által kinevezett igazgatója, továbbra is sikerként próbálják kommunikálni a megalapozatlan feljelentést. Malomsoki Krisztián például egy újságcikkben a feljelentésre utalva úgy fogalmazott, idézem, át kellett nézni a céget, természetesen sok területen, házon belül rendet kellett tenni, illetve voltak olyan ügyek, amelyek már meghaladták ezt a szintet. Bomba Gábor pedig a Facebookon megjelent cikkben szó szerint azt nyilatkozta néhány napja. Az átvilágítások egyébként így is hoztak eredményt, így született meg például az úszodaépítéssel kapcsolatban a feljelentés. Az üggyel kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort és Malomsoki Krisztiánt is. Mások mellett arra lettünk volna kíváncsiak, miért beszélnek sikerről egy olyan feljelentés kapcsán, ami a rendőrség szerint bűncselekmény hiányában megalapozatlan volt. Az ő válaszaikra még várunk. Ács Rezső Szekszárd polgármestere a feljelentéssel kapcsolatban pénteken osztott meg egy rövid szöveget a Facebookon. Mint írta, az ügybe belerángatott, feleslegesen a nyomozóhatóság elé citált szekszárdi szakemberek közül többen jelezték, hogy jó hírnevük védelmében meggondolják, hogy további munkát végezzenek a szekszárdi önkormányzat, így a város részére. 9046 új megbetegedést regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 580.642 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 189, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18.451 főre emelkedett. Az elmúlt hétvégén több mint 1000-en kerültek kórházba, így már 11.276 koronavírusos beteget ápolnak a
az egészségügyi intézményekben, közülük 1340-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 12582 fertőzöttet regisztráltak a járvány kitörése óta, vagyis hétvégén 622-vel nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Összefogtak a szekszárdi vendéglátóipari egységek a Tolnai megyeszékhely oltópontjain dolgozók megsegítéséért. Az orvosok, védőnők, szervezők ebédjét 5 héten keresztül 5 különböző étterem készíti el és szállítja ki. A Babits Mihály Kulturális Központban kialakított oltóponton 2 tucat segítő mindennapjai válnak ezáltal könnyebbé. Sárga borsóleves, bakonyi sertésragú párolt rizssel. Ez volt a hétfői menü a szekszárdi diákétkeztetési Kft.-nél. A Tolnai megyeszékhely központjában álló épület parkolójából 15-20 adag ebéddel gurult ki a vállalat autója, és vitte át a meleg ételt a Babits Mihály Kulturális Központban kialakított oltópontra. Ez a vállalat is csatlakozott ahhoz a 4 másik vendéglátóipari egységhez, amelyek elhatározták, hogy segítik azokat, akik erőn felül teljesítenek a koronavírus elleni küzdelemben. Ingyen ebédet szállítanak ki az oltások szervezésében és lebonyolításában résztvevők számára 5 héten keresztül. Minden héten másik cég teszi ezt meg. Ezzel is próbáljuk segíteni az ott dolgozók munkáját. Ugye közös érdek, hogy minél hamarabb túl legyünk a járványon, minél többen be legyenek oltva. Mi ezzel próbálunk hozzájárulni. A másik pedig valamilyen bombás ragú. Bellingel Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója úgy véli, ez nagy segítség az orvosok, védőnök, adminisztrációban résztvevők számára, mert sokszor nincs idő arra, hogy félórás ebédszünetet tartsanak. Gőzerővel zajlik a koronavírus elleni védőoltások szervezése és lebonyolítása jelenleg is a központban kialakított oltóponton. Eddig talán a legtöbb vakcinát olyan 3-350 embernek adtuk be egy nap, de tervek szerint húsvét táján elérhetjük azt a létszámot, hogy akár 4-500 fő is naponta ide jöhet az oltópontra, és akkor már akár 4 vagy 5, sőt akár még 6 orvos is tud egy időben itt oltani. A Babits Mihály Kulturális Központban kialakított oltóponton közel 2 tucat munkavállaló dolgozik. Már várják az új szekszárdi házi orvosi rendelőkkel kapcsolatban a környéken élők véleményét és az észrevételeket. Zaják Rita, a fejlesztésért felelős polgármesteri tanácsnok, házról házra egyeztet a terület mellett élőkkel, és plakátokat helyez ki, amin mások mellett a beruházás, vázlatos terve és elérhetőségek is találhatóak, amiken főként az Aliszka, az Allende és a Bem utcákban lakók véleményeit, ötleteit várja. És mi a véleménye erről egyébként? Hát nagyon jó, szuper. A körzetnek is, meg egyáltalán. Örült a házuktól néhány méterre épülő újházi orvosi rendelő hírének ez a szekszárdi férfi, még a fejlesztéssel kapcsolatos tájékoztatót is segített kiragasztani a projektért felelős polgármesteri tanácsnoknak. Zaják Rita hétfőn kezdte el kihelyezni és a postaládákba dobni az Aliszka, az Allende és a Bem utcákban a fejlesztéssel kapcsolatos információs lapokat. Azt mondja, a projekt előkészítése jól halad. A polgármesteri hivatal munkatársai minden eddigi feladatot határidőre teljesítettek, így most az irányítóhatóság döntésére várnak. Beadtuk határidőre a pályázatot, a szükséges hiánypótlásokat a hivatal elkészítette és elküldte. Jelenleg a terület rendezésével kapcsolatos dolgok zajlanak, reméljük ezek is minél előbb be fognak fejeződni. A 2 rendelő itt ezen a most még füves területen épül majd meg. A tervezésnél fontos szempont volt, hogy a környéken élőket a legkevésbé zavarják majd az ideérkező betegek. Sőt, a tervek között az is szerepel, hogy a most még elhanyagolt területet pihenőparkká alakítják. Főként ehhez várják az itt élők javaslatait. Egy több ezer négyzetméteres területről beszélünk, és a rendelő épülete az körülbelül néhány száz négyzetmétert fog majd csak elvenni. A park megmarad, és azt gondolom, hogy egy minőségében sokkal színvonalasabb zöld felületet fogunk tudni itt kialakítani, ugyanis a pályázatban a park kialakítására is van 14 millió forint. A 2 új szekszárdi házi orvosi rendelővel 4700 helyi egészségügyi ellátása válhat korszerűbbé.
A víz érték, becsüld meg. Ez a vízvilágnapjának 2021-es jelmondata. 1992-ben a Rio de Janeiro-ban tartott nemzetközi környezet és fejlődés konferenciát követően kezdeményezte az ENSZ közgyűlése a vízvilágnapjának kinevezést. Ezt először egy évvel később, 1993. március 22-én tartották meg. A világnap célja, hogy mindenki figyelmét felhívják az elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. Nagyobb lesz a biztonság Bátaszéken a jövőben annak köszönhetően, hogy szinte egy időben jutott korszerűbb gépjárműhöz a helyi tűzoltóság és a polgárőrség. A járművek a feladatellátás hatékonysága mellett gazdaságosabban is üzemeltethetőek az eddigieknél. Bozsolik Róbert polgármester azt mondta, a jövőben is a lehetőségekhez mérten támogatják a védelmi feladatok ellátását. Nagyobb értékű rendőrségi autója van, aminek a fenntartása nagyon sokba került. Ezért is döntött úgy a Bátaszéki Polgárőr Egyesület, hogy visszaadja a rendőrségi tulajdonban lévő autókat, és vásárol magának egy olcsóbb fenntarthatóságú járművet. A polgárőrség ugye vállalt feladatai között van a műszaki mentés, az árvízi védekezés és hasonlók. Ugye ehhez való eszközöket egy ledöntött ülés, nem mondom, az egy köbméteres raktérbe simán ki tudjuk vinni. Tehát valahol ez is lebegett a szemünk előtt, hogy egy nagyon gyors beavatkozó autóként is tudjuk használni. De mondom, a fő szempont az, hogy az üzemanyag tankolásokat megspórolva, az autó szervizén spórolva kicsikét fellélegezhessünk az autó és a műszaki parkunknak a terén is. A bátaszéki önkéntes tűzoltókhoz is új autó érkezett. Az Egyesület egy 40 éves járművet cserélt le egy korszerűbbre. Ahhoz, hogy meg tudják vásárolni a közel 6 millió forintos tűzoltóautót, még tavaly indítottak gyűjtést. Bár elődeihez képest kisebb méretű, ez nem feltétlenül hátrány, mondja Bóta Gyula, az Egyesület elnöke. Nagyon kis fordulékony gépjármű fecskendőről van szó, kicsit kisebb málhatérrel, mint amit mi megszoktunk, ugyanakkor városi bevetésekre, illetve szurdikokba ez egy kiváló választás lesz, rendkívül fordulékony. Túl is van, hála jó Istennek, már az első bevetésén, ahol nagyon-nagyon jól vizsgázott. Annak ellenére, hogy az idei évben kevesebb forrásból kell gazdálkodni a városnak, Bátaszék polgármestere azt mondja, a település lehetőségeihez mérten támogatja azokat a kiemelt civil szervezeteket, akiknek feladata a lakosság védelmének biztosítása. Ők nem egy klasszikus, olyan értelemben nem klasszikus civil szervezet, hogy hagyományt tápolnának, vagy éppenséggel, kultúrával foglalkoznának, hanem ők a mindennapi életünk részeként biztonságunkért, védelmünkért tevékenykednek. Bozsolik Róbert azt is elmondta, hogy idén szeretnék többek között a rendőrség és a polgárőrség együttműködését szorosabbra fűzni, annak érdekében, hogy több helyszínen is bevethetőek lehessenek. Történelmi siker, bekerült a női Európa-kupa 4-es döntőjébe az atomerőmű KSC Szekszárd csapata. A Törökországból hazatérő klub tagjait szűkkörű ünnepéllyel köszöntötte a Tolnai megyeszékhely polgármestere és alpolgármestere. Az elődöntőt április elején rendezik majd meg, ahol olasz ellenfele lesz a szekszárdi csapatnak. Begurul a busz a szekszárdi városi sportcsarnok elé, ami az atomerőmű KSC játékosait hozza törökországi megmérettetésük után. Nem kis eredményt tudhat magának az Egyesület, történelmi sikert értek el, ugyanis bekerültek a női Európa-kupa 4-es döntőjébe. A klub vezetőedzője azt mondja, büszke a csapatára, és bár nehéz év van mögöttük, kifizetődött a kemény munkájuk. Én mikor kezdtem 5 éve ezelőtt szekszárdon dolgozni, mint vezetőedző, azt mondtam, hogy nekem ez lenne kívánságom, mert kérdeztek újságíró, mi lenne cél. Én mondtam, ez a cél, hogy Szekszárd legyen híres, nem csak, hogy legyen szőlő és borvárosa, hanem kosárlabdavárosa is. Pesgővel, virágcsokorral üdvözölte Szekszárd város polgármestere és alpolgármestere a csapat játékosait. Bár szűk körben, de mindenképp szerették volna megünnepelni a lányok győzelmét, mondja Gyurkovics János alpolgármester. Természetesen bízunk benne, hogy hát lehetetlennek tűnik, de mint a labda kerek gömbölyű, bízunk benne, hogy valami még ennél is csodálatosabb eredményt tudnak elérni, de ezzel is nagyon-nagyon meg vagyunk elégedve, nagyon-nagyon örülünk, nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, és mind
mindenkinek nagyon sok sikert és nagyon jó egészséget kívánok. Az Európa Kupa 4-es döntője során az elődöntőben olasz ellenfele lesz a szekszárdi csapatnak. Március elején érkezett meg az első fekete gólya a Gemenci erdőbe. Az Afrikából hazatért ritka madárfaj egyik tagja a fészek elfoglalása után közel fél óráig rendezgette és takarította azt, majd feltehetőleg élelem után nézve elrepült. 2013 óta ebben a fészekben összesen 31 tojást raktak a madarak. Felvételen az idei első fekete gólya megérkezése a Gemenci erdőbe. A madár hatalmas száncsapásokkal landolt a bekamerázott fészekbe március 2-án reggel 4:48. A következő videón azt látni, ahogy a madár gajjal a csőrében miként lejt körbe-körbe a fészekben, anélkül, hogy lerakná azt. Idén egy kicsit vontatottan indult a dolog, megérkezett, eltűnt, aztán visszajött, egy kicsit rendezgette a fészkét, de nem túl nagy lelkesedése, aztán eltűnt egy hétre, most a hét elején pont az egyik reggel itt egy gólyapár körözött a fészek fölött. Csontos Péter azt mondja, eddig egy gólya tért csak vissza a fészekbe, közel fél óráig rendezgette és takarította azt, majd feltehetőleg élelem után nézve elrepült. A szakemberek sem tudják teljes bizonyossággal megállapítani a nemét, és az sem, hogy ez az állat ugyanaz e, mint amelyik a korábbi években itt fészkelt, mivel a madarak nem viselnek gyűrűt. Nagyon reméljük, hogy az történik, hogy megérkezik előbb-utóbb a párja is. Ugye most még egészen szokatlanul kevés fekete gólya érkezett meg ezen a március 14-15-16-án, ilyenkor szoktak a gemenci gólyák itt nagy számban, szinte teljes létszámban feltűnni a fészkeik körül. Csontos Péter azt mondja, az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a gólyák befoglalják a fészket, megjelennek a tojások és kikelnek a fiókák. Ez már a 9. év, hogy figyelik a fekete gólyákat a gemenci erdőben. 2013 óta ebben a fészekben összesen 31 tojást raktak a madarak, a kirepült fiókák száma pedig 13 volt. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Folytatják az oltási programot Baranyában, kezdődik a második körös vakcinázás. Nem kapnak segítséget a munkájukat vesztett pécsiek, inkább az ügyvédjeit támogatja a polgármester. Az év fája, facsonkítás, fakivágás. Tiltakoznak a zöldek Pécsett. Nem pihentek a baranyai oltópontokon a múlt héten, számolt be az oltási program baranyai eredményeiről a szervezést végző kormányhivatal vezetője. A kialakult gyakorlat szerint szerdától következő hét keddjéig tart egy-egy oltási hét, így hétvégén is tart a COVID elleni vakcinák beadása. A következő héten pedig a második körös pácienseket fogadják majd, valamint bepótolják az egészségügyi dolgozók oltását. Folyamatosan működtek a baranyai oltópontok ezen a héten a kórházakban és a házi orvosoknál is, mondta megyei kormány megbízott pénteken. 170 helyen oltottak AstraZeneca-val. Egy-egy praxisban 10-10 vakcinát tudtak biztosítani. Sputnik vakcinát is használtak ezen az oltási héten, ami jövő keddig tart. Utána következik egy újabb sűrű hét, mondja Horváth Zoltán. Második körös oltóanyag tekintetében a kínai vakcina érkezik meg a házi orvosi körzetekben. Ez a mi megyénket tekintve több mint 10 000 második oltás biztosítása lesz. Erre már készülünk a házi orvosokkal együtt. Ugye akik 3 héttel ezelőtt kapták meg ezt az oltóanyagot, őket fogjuk majd behívni a második oltásra, tehát mindenki ott veszi föl ezt az oltást, ahol az első oltást megkapja. Reményeink szerint a jövő heti Pfizer mennyiségünk kicsit meg tud emelkedni. Ez azt jelenti, hogy ez a mostani átlag praxisonkénti 25 fő akár még több is lehet. A kórházi oltópontokon használják fel a Pfizert, beoltják azokat az egészségügyi dolgozókat is a jövő héten, akiket betegség vagy egyéb akadály miatt nem tudtak decemberben, januárban. Ők már nagyon kevesen vannak, mondta a kormány megbízott. Védőoltást kapnak az egyetemi hallgatók is, akik részt vesznek a járvány elleni munkában. Baranya megyében már több mint 70 000 embert beoltottak, országosan eléri a 1,5 milliót a COVID elleni vakcinát kapott magyarok száma.
Leszavazták azt az ellenzéki javaslatot, hogy pénzbeli segítséget kapjanak a pécsi önkormányzattól a járvány miatt munkájukat vesztett pécsiek. Azt azonban elfogadták, hogy 20 millió forintért folytassák az átvilágítást a polgármester ügyvédjei. Ezt mondta stábunknak a Fidesz városházi frakciójának vezetője. Csizmadia Péter szerint felháborító, hogy amikor a pécsiek segítését szeretnék elérni egy javaslattal, akkor a kormányra mutogatnak és azt mondják, nincs erre pénz. Azonban a saját embereik megbízásaira mindig tudnak forrást biztosítani a pécsi költségvetésből. Az online közgyűlés után vette észre azt a határozatot az ellenzéki frakcióvezető, amelyet a pécsi polgármester hozott. Tudtuk meg Csizmadia Pétertől csütörtökön. A frakcióvezető azt mondja, 20 millió forint került rossz helyre. Ő az online közgyűlésen azt javasolta, hogy a vendéglátásban, turizmusban dolgozó pécsieken segítsenek ezzel a pénzzel. Kapjanak egy egyszeri bérpótló támogatást, erre egy 20 milliós keretben tettem javaslatot. Ezt gyakorlatilag egy tolvonással és egy szó nélkül lesöpörték az asztalról a baloldali koalíciós képviselők és polgármester úr arra hivatkozással, hogy hát ha majd egyszer talán a kormány kompenzálja a várost, akkor majd lesz rá keret, hogy ezeket a bajba jutott embereket megsegítse az önkormányzat. Azonban ezt a 20 milliót nem sajnálta a saját embereitől a pécsi polgármester, mondja a frakcióvezető. Ennyi pénzért bízta meg újra az ügyvédeit, hogy folytassák az átvilágítást a városi cégeknél, intézményeknél. A közgyűlést és minden képviselőt megkerülve egy olyan döntést hoz saját körben a polgármester úr, amely gyakorlatilag egy ugyanilyen összeg erejéig a baráti ügyvédeknek egy újabb jó kis pozíciót és újabb megbízást eredményez, akkor kérdezem én, hogy itt nem kellett volna megvárni a kormánynak az álláspontját? Vagy úgy tűnik, hogyha saját magukról van szó, akkor szabad kezük van, viszont hogyha a pécsiek érdekeit kell képviselni, és a pécsieken kellene segíteni, akkor megy a kormányra mutogatás. Az önkormányzati választás után még 2019. novemberében kezdtek munkához az átvilágító ügyvédek. Eredetileg azzal a céllal fogtak munkához, hogy az új városvezetés tisztálása Pécs pénzügyi helyzetét, a cégeknél, intézményeknél végzett gazdasági tevékenységeket. Erre eredetileg fél évet szántak, de már másfél éve folyik az átvilágítás, és most ezt hosszabbítják meg egy évvel, mondja a politikus. Ellenzéki oldalon azt mondják, valójában kommunikációs trükk az átvilágítás, hiszen politikailag évekig lehet lebegtetni az elszámoltatást. Ezt támasztja alá, hogy az eddigi átvilágítások részletes eredményét a városvezetői oldalon sem ismerik, amit számon is kért a Momentum és a DK a polgármesternek írt levelében. Az ügyben kerestük a városházát, később reagálnak az ellenzéki felvetésre. Az év fája, facsonkítás, fakivágás. Ezekről mind szó lesz a következő riportban. Zöld összeállításunkban egy, a napokban történt botrányos fametszésről, egy fasor kivágásáról és a Havihegyi mandulafa európai évfája megválasztásának 2 éves évfordulójáról számolunk be. Nagy vihart kavart ugyanis, hogy egy kerékpáros fejlesztés miatt növények nélkül maradhat egy forgalmas útszakasz Pécsett. Ez ellen tiltakoznak a zöldek. A pécsiek számára nem ismeretlen ez a mandulafa, mely a Havihegyi templom előtt áll. Ezt a növényt választották meg 2 évvel ezelőtt az európai évfájának. A kampány idején 40 000-en tették le a voksukat. Azért szeretünk így az évfordulóján megemlékezni, mert azt az összefogást, hogy több mint 40 000 ember ugyanazért a pozitív célért küzd, ugye azért ezt ritkán tapasztaljuk, és ez egy jó érzés volt. Egy kicsit nosztalgiázunk is, mert most sajnos nem látunk ilyen célokat. Sőt, azt sem látjuk, hogy az a zöldváros gondolat, amit mi fontosnak tartottunk, az folytatódna. Kővári János ezzel többek között arra utalt, ami a napokban a Széchenyi téren történt. A Biokon munkatársai ugyanis ifjító meccést végeztek a városházával szemben álló 6 darab gömbkőrisen. Bár erre több okból is szükség volt, többen nem értették, miért csonkítják meg a növényeket. Ennek egy ismert pécsi fotós is hangot adott közösségi média oldalán. Több posztjában is a fákért állt ki, azt írva, Pécsett a fák igazi mostoha gyermekek. Az ÖPK-DNP frakció vezetője erre is reagált. Ezek a torzók a Széchenyi téren, ezek magukért beszélnek.
hogy hogyan bánunk a fával. Ezzel együtt én is azt gondolom, hogy a belvárosban nagyon kevés a növényzet, vigyáznunk kellene rá, és volt is olyan indítványunk nemrégen, hogy a belvárosi kitelepülések, ha majd újra lehetnek, akkor ők több zöldet tegyenek a kitelepüléseikre. Emellett egy nagyon aktuális kérdés a Szigeti úton folyó munkálatok és azok velejárói. A forgalmas szakaszon jelenleg a vízvezetékek cseréje zajlik, majd közvetlenül ezután egy kerékpárút építése szerepel a tervekben. Ez azonban 13 fa kivágását is jelenti. Mindum Károly, a Zöld Fiatalok Egyesületének tagja stábunknak elmondta, már évekkel ezelőtt kialakult ez a probléma, amikor társasházakat, nagy épületeket húztak fel az utcában. Ekkor tűnt el több zöld terület is, most pedig még tovább romlik az arány. Mi zöldüngások azt kértük, hogy ha már így alakult a történet, akkor nézzük meg annak a lehetőségét, hogy lehetne az úthoz minél közelebb pótolni ezeket a fákat, akár magántulajdonban lévő telkeken is. Mert attól tartunk, hogy nem tartunk, hát ez nyilvánvaló, hogy a békeparkban telepített fák az útnak a klimatikus viszonyaira nem lesznek hatással. A kivágott növényeket tehát pótolják a jogszabályoknak megfelelően, azonban más helyszínen, a pécsi békeparkban ültetik el a 13 fát. Bár darabszámra meg lesz a faállomány, azonban a Szigeti úton mégis kevesebb lesz a zöld felület, mint ezelőtt. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Megalapozatlan volt a feljelentés, nem történt bűncselekmény a szekszárdi uszodaépítése kapcsán a rendőrség szerint. Társadalmi felelősségvállalás, ingyen viszik az ebédet a szekszárdi éttermek az oltópontokra. Új orvosi rendelők a Tolnai megyeszékhelyen, elkezdődött a beruházással kapcsolatos társadalmi egyeztetés. Fejlesztések, új gépjárművek a bátaszéki tűzoltóknál és polgárőröknél. Kedden fagyos hajnalra ébredhetünk, napközben még szeles, de zavartalanabbul napos idő várható. Az előző napokhoz képest melegszik az időjárás, de az évszakos átlagnál jóval alacsonyabb hőmérséklet várható. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!